A modern szónak mindig van egy olyan felhangja, hogy az valamiféle szakítás a múlttal, vagy valami régi dologgal. És nem véletlenül kapta a modern idők nevet a sorozatunk sem, hiszen az ősök ritmusa után jött a világtörténelemben a nagy szakítás. A szakítás a vallással, a szakítás a különféle hitekkel, a transzcendens dolgokkal, és jött a nagy hit az emberben, a gépekben. Nagyon sok mű kapcsolódik a gépekhez, és ebből egy kis reprezentatív összeállítást készítettünk januárra, amiben egészen a gőzgéptől, a legelső vasúttól eljutunk az űrhajókig, a Star Wars szvitten keresztül. Nietzsche és az ő gondolatai nagyon sok zenét ihlettek meg, többek között Richard Wagner művészetében nagyon jelentősen szerepet kapott ez a fajta übermensch gondolat. Amikor a gépekbe vetett hit, vagy az übermenschbe vetett hit is megdőlt, akkor az ember egyedül maradt saját magával, ráébredt arra, hogy az univerzumban Isten és übermensch hiány egyedül vagyunk. Volt egy nagy előfutára ennek a szabadság mítoszának, Ludwig van Beethovennek hívták. Őszintén hitt abban, hogy az emberiség megnyerheti a boldogságot, a testvériséget és az egyenlőséget. Ennek a hitnek egy csodálatos remek műve a Missa Solemnis, amit a Nemzeti Énekkarral együtt fogunk előadni ezen a koncerten.